A csapadék nélküli egyre enyhülő időjárás kedvez a szabadtéri tüzek kialakulásának, hiszen a száraz növények könnyen lángra kapnak, a szeles időben pedig a legkisebb tűz is gyorsan tovább terjedhet. A szabadtéri tüzek döntő többségét azonban emberi figyelmetlenség okozza. Akár egy eldobott cigaretta is elég ahhoz, hogy nagy területen lángra kapjon az aljnövényzet. A katasztrófavédelem ezért a szabadtéri tüzek megelőzésére hívja fel a figyelmet. Kerti munkáknak az időszakát éljük, nagyon sok növényi hulladék keletkezik ilyenkor a kertekben, a metszésekből adódóan. Nagyon fontos, hogy mindig tájékozódjunk, hogy a saját településünkön engedélyezett a növényi hulladék égetése, mert ezt valójában 2021-től a környezetvédelmi törvény megtiltotta minden nemű hulladék égetését, közöttük a növényi hulladékot is. Helyi önkormányzati rendeletek még szabályozhatják ezt a régi időszakból megmaradt elrendelteikkel. A szabadtéri tüzek többsége emberi gondatlanságra, felelőtlenségre vezethető vissza, pedig sokat tehetünk azért, hogy megóvjuk környezetünket és a levegő tisztaságát. Mindenképpen fontos, hogyha van rendelkezés és égetünk, akkor nagyon fontos az, hogy szélcsendes időbe tegyük ezt. Mindesetben gondoskodjunk a tűzoltáshoz szükséges eszközökről, szerszámokról, oltóanyagról, akár egy tömlőről, egy kerti kacsoló tömlőről, egy vödör vízről, és mindenképpen akkora tüzet gyújtsunk, amit képesek vagyunk eloltani. Fontos, hogy a tűzgyújtás során legyen a közelben megfelelő mennyiségű oltóanyag. A tűzoltók a kerti égetés helyett a környezet kímélő komposztálást vagy a hulladék udvar használatát javasolják.